A mellettem ülő svéd kollégát már tegnap megismerhettétek, esetleg aki újonnan érkezett, nekik elmondom, hogy ő az Unión nevű svéd konfederációtól érkezett, ő az ottani média... Tehát a média ügyekkel foglalkozik. Johan Ulvenlövnek hívják, és ő fogja az első prezentációt tartani nekünk. Web2 és egyéb internetes használat és szakszervezeti megújulás témában. Thank you very much for being invited to this conference. Nagyon köszönöm a meghívást erre a konferenciára. Örülök, hogy itt lehetek, és hogy alkalom nyílik arra, hogy beszéljek arról, amit Svédországban csinálunk. És amikor megbeszéltük önökkel, hogy hogyan használjuk a társadalmi médiát Svédországban arra, hogy a munkaerőpiacot próbáljuk tájékoztatni, hogy megnézzük, hogy mi hogyan működik a politikában. Az én prezentációm igazából két dologra koncentrál. Szeretnék némi tanácsot adni a központi szervezet vonatkozásában, illetve szeretnék az aktivisták szintjén is cselekvési tippeket adni. Tegyed el arra, hogy ez a svéd környezetre épül, ezért szeretném, hogyha megbeszélnénk, hogy mi az, ami ebből a leginkább alkalmazható itt. Elképzelhető, hogy vannak olyan dolgok, amik átvehetők, és van olyan, ami nem. Az Uniónen svéd szakszervezettől érkeztem, amelyik a legnagyobb svéd szakszervezet a magánszférában. Több mint 500 ezer tagunk van, és én egyedül és kizárólag a szociális médiával dolgozom, és néha sajtósként is. Az én szemszögemből nézve a digitális média rendkívül hatékony. Nagyon-nagyon felgyorsítja a dolgokat. Svédországban a befolyással bírók, tehát a politikusok, az újságírók, a PR lobbisták, ők is olvasnak blogokat. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül el lehet őket érni, méghozzá rendkívül erős hatással bír ez viták során. De hogyha az emberek a szociális társadalmi médiáról beszélnek, akkor arról beszélnek, hogy hol gyűlnek össze az emberek, ez ilyen digitális összejövetel, és ez a társadalmi média, ez örömöt jelent, összekötetést jelent, és kapcsolatokat generál. Ha azonban ezt egyfajta szakszervezeti kontextusba, vagy valamilyen nem kormányzati szerv összefüggésébe helyezzük, amikor megpróbálunk elérni valamitől, meg szeretnénk változtatni a társadalmatól, jobbítani szeretnénk valamit a munkavállalók oldaláról, akkor van ebben még valami, amit célszerű fejben tartani. És amit mondottam, az én szememben ez hatalmat és befolyást jelent. Arra tudjuk felhasználni, hogy például jobbak legyenek a munkahelyek, hogy meg lehessen szabadulni például valamilyen rossz törvényalkotói pozíciótól. Azért csináljuk ezt, mert szeretnénk változtatni a társadalom problémáin. Ezért vagyok itt, ezért vagyok a Facebookon, ezért blokkolok, ezért twittelek, vagy ezért használok bármi egyebet. Nos, ami most történik legalább Svédországban, nem tudom, hogy annyira Magyarországon el, tehát itt van még egy pár év, de minden esetre kellenek elkötelezett emberek, akik érdeklődnek például a Greenpeace-ben, az Amnesty International-ben, különböző munkavállalói szervezetekben, szakszervezetekben, politikai pártokban, akik elkezdenek dolgozni a Facebookon, elkezdenek twitterelni, elkezdenek blogolni, és már is elérjük az embereket. És utána akkor lehet látni, hogy ki az, aki lájkol. Mondjuk valaki azt mondja, hogy
Ez az ember olyan dolgokat posztol, amik nekem tetszenek, lehet, hogy kapcsolatba kéne vele kerülni, és esetleg együtt lehetne vele működni. És amikor az emberek nekiállnak ennek, akkor saját klasztereket és hálózatokat tudnak kiépíteni aktivistáként, és hirtelen megvan a saját kis infrastruktúra, hogy lehessen nyomni dolgokat. És akkor mutatnék most egy néhány példát, hogy mi is történhet, hogyha a Facebookon megjelennek dolgok. Ez leginkább mindenkit érint, de különösen a központi szervezeteket, a szakszervezeteken belül. Igazából emlékeznünk kell arra, hogyha bloggal lefedünk valamit, akkor az hírérték. Mert sosem lehet tudni, hogy amikor posztolunk valamit, akkor az mikor megy át a tradicionális médiába, és nyer nagyobb hallgatóságot. Nagyon egyszerűen ezreket lehet elérni. Nekem van mondjuk 500 barátom, legalábbis közületek, itt is van valaki, akinek van 2-3-500, tehát nagyon gyorsan hatást lehet elérni. Például azzal, hogy posztolunk egy-két dolgot a szakszervezetről. Úgy is gondolom, hogy a ligában is ugye vannak Facebook megjelenések, mindenkinek ismerősnek be kell jelölni a ligát. Érdemes erre ráfordítani egy pici időt, megosztani, lájkolni. Ez nagyon fontos. Lehet, hogy ez bután hangzik, de ez különbséget tud okozni, ha valamit megosztunk, vagy lájkolunk a Facebookon. Tehát támogassuk szervezeteinket ilyen a dolgok által. Ez egy kezdőlépés. Nyomon lehet követni a zöld forradalmat is Iránban. A Twitterrel végig lehet követni az arab tavaszt a Facebookkal. Ők is nagyon használják. Tehát nagy számú példa van arra, hogy milyen hatékonyak a társadalmi média eszközei, ha arról van szó, hogy egy szervezet érdekében elérjünk valamit, vagy hogy egy ügyet előbbre vigyünk. Svédországban gyakran vannak olyan témáink, amelyek kiválthatják azt is, hogy lehet szatirikus dolgokat írni, lehet tényeket ellenőrizni a kormányról, vagy lehet csak szakszervezeti ügyekről írni. Vannak például olyan miniszterek, akik lemondtak azért, mert bloggerek írtak róluk. Nagy mértékben lehet így információt gyűjteni, ha mondjuk az ember nem fizetett adót, például ki lehet kérni az adóíveket, és például előfordulhat, hogy egy miniszter valamit nem akar közzétenni, és mindez nem illegális, ez teljesen legális, hogy leellenőrizzük, hogy egy miniszter mit csinál. Megnéztük Svédország 3000 legfontosabb blogját, és megnéztük, miről írnak. Írnak a munkanélküliségről, hiszen Magyarországhoz hasonlóan Svédországban, és ez egy nagy ügy. Nálunk 8% a munkanélküliség, ami Svédországban nagyon magasnak számít, és nem vagyunk ezzel megelégedve. Összegeztük tehát, hogy miről írnak, és az egyes számú téma az a munkanélküliség, a második téma az az egészségbiztosítás, és sikerült belekerülni a tévébe, hogy ezt a beszámolót közzé tegyük, és ez jó nekünk, mert így meglengettük az zászlónkat a bloggerek előtt és között, mert örültek annak, amikor látták, hogy a hagyományos média is foglalkozik azzal, amiről ők írnak, és kimondatott, hogy a munkanélküliség túl magas. Először is köszönöm a meghívást. Örülök, hogy részt vehettek ezen a konferencián, és szólhatok a szakszervezeti munkáról. Bár én már régóta nem tartozom az ifjúsági korcsoportba, 55 éves vagyok ugyanis, azonban 30 éve foglalkozom ifjúsági munkával a szakszervezetek számára, különös tekintettel a képzésre és a média munkában, mint szakértő, és hát a célom éppen az, hogy hidat verjek a képzés, oktatás és média munka között. Tehát egy
egy kicsit tanár is vagyok, és a tanárok ugye mindig visszapillantanak, és ez unalmas mindig egy kicsit, úgyhogy essünk ezen túl, úgyhogy most jön a visszatekintés a múltba. Hát mi ugye emberek vagyunk, és nagyon hosszú ideje használunk médiumokat, nem csak a Twitter, meg a Facebook, meg a webtoolok megjelenése óta, hanem már ott a tábortűznél kezdődött a dolog, amikor a családtagok, vagy a klánok tagjai lefeküdtek aludni, akkor meséltek egymásnak, és ezekben a mesékben mindig volt egy üzenet, egy message. Egy könyv, mindannyian ismerjük, foglalja össze ezeket a történeteket, ez ugye a Biblia. Hát most nem erre a könyvre fogunk fókuszálni a mai napon, de végül is a Biblia az történetek gyűjteménye, és ebből is kiderül, hogy milyen fontos a kommunikáció. Milyen fontos a kommunikáció, különösen a fiatalokkal. Minél szélesebb körben használható a médium, annál könnyebben és jobban megélhető a demokrácia. Néhány politikus is rájött erre, és azt mondják, hogy a demokrácia az nem tesz jót, én inkább egyedül szeretnék itten uralkodni, úgyhogy korlátozom a médiumokat. Amikor a médiumokat korlátozzák, amikor az újságírókat beszorítják, mindig, amikor törlik a Facebookokat, amikor a számítógépeket elzárják, akkor valami bűzlik, akkor valami nincs rendben. Akkor a kormánynak van valami célja, valamit korlátozni akar, és ezt nem szabad hagyni. Itt kezdődik a dolog. Hát az én tézisem az, hogy a szakszervezeti oktató munkában a médiumoknak ott kell lenniük, a saját tapasztalataim is mutatják ezt az IG Metallban, ez egy nagy szakszervezet, a fémipari szakszervezet Németországban, és már 30 évvel ezelőtt is tartottam szemináriumokat fiatalokkal, akik ezeket a médiumokat használták, már akkor is az volt a helyzet, hogy az olyan unalmas, ha csak beszélnek, és a fiatalok nem unatkozni akarnak, hanem ők akarnak valami action-t, valami történjen valamit, akciózni szeretnének. És ugye mondtam már, hogy az okosok, a győztesek, azok csinálnak valamit, és a lúzerek azok, akik a meetingekre járnak. És annak idején megvolt a saját stratégiai, pedagógiai okunk, ugye, hogy az emberek valamit csinálnak, és hogyha sikerül valamit produkálni, az büszkévé teszik őket. Jó, egy jó beszéd, de ha valami olyat csinálunk, ami látható, amit meg tudunk mutatni, mondjuk egy faliképet, egy videót, egy akciót dokumentálunk valamilyen formában, tehát teszünk valamit, ez nagyon fontos a képzés során, mert e közben tanulunk, tehát megtanuljuk kezelni az adott médiumot, majd ma délután is meg fogjuk ezt próbálni. Hogyha fiatalokkal dolgoztok, képzési munkát végeztek, akkor a médiumok nagyon fontosak. Nem kellene videónak lenni, lehet az Web2 is. Hogyha egy szemináriumon egy saját blogot hoztok létre csak az adott szemináriumra, lehet, hogy először csak 20-an vesznek részt rajta, de később már 200-an. És ez egy nagyon jó kezdet, ezzel nagyon jól el lehet indítani a médiamunkát a képzésben, és a harcotokban, amit folytattok. Minden országnak megvan a maga saját útja, nem csak Moszkvában. Tehát mindenkinek megvan a maga lehetősége, hagyománya, hogy hogyan lehet szervezni a szakszervezeti munkát, és én azt mondom, hogy kreatív utakon kell járni, sok úton kell járni, meg kell találni a saját útjaitokat, és akkor a médiumok nagyon jó szolgálatot tudnak tenni. Megosztjuk a tapasztalatainkat, ez roppant fontos. Nagyon fontos a nemzetközi együttműködésben a tapasztalatcsere. Ezt is elvégezhetjük a média segítségével. Üzemi tanácsként van Magyarországon üzemi tanács? Ismert a rendszer? Elnézést. Elnézést, mindig azt hittem, hogy minden munkahelyen van egy külön szakszervezet, de nincs üzemi tanács, de akkor van, ugyanúgy, mint Németországban ezek szerint. Tehát Németországban például most rengeteg szélerőmű van, napelemek, virágzik, ez az iparág.
és új munkahelyek születnek. És mondjuk egy ilyen munkahelyen 500-an dolgoznak, még nincs üzemi tanács. Tehát ez teljesen zöld, teljesen ökológiai, és itt a munkáltató azt mondja, hogy hú, mi annyi jót teszünk a világnak, lekapcsolják ezeket a gonosz atomerőműveket, itt pörögnek a videó propellerek, tehát mi nagyon jó dolgot teszünk, fogjátok meg a szátokat, ne kérjetek magasabb bért, mi jó emberek vagyunk. Itt 8,50 az átlagbér, óránként nem tudom itt mennyi, nálunk az órabér úgy 8,50 €. Tehát ez nem olyan tökéletes, de a főnök erre azt mondja, 8,50-t fizetünk, viszont jó emberek vagyunk, miattunk lesz jobb a világ. Tehát örülj neki, hogy egy szélerőművet építesz, egy szélerőműnél dolgozol, vagy napelemeket csavarozol össze, te hős vagy. Azonban attól, hogy hős vagyok, még a családom nem lakik jól. 11,50 € lenne szükség, különben nem tudjuk kifizetni a lakbért. Éppen ezért... És ezt személyesen is megéltem, hogy szükség van az üzemi tanácsra. Németországban pedig ebben a tekintetben ugyanazok a problémáink, mint nektek. Ezt a példát említettem, és szerintem tanulhatunk egymástól, hogyha feltesítik az internetre, hogy hogyan sikerült egy ütét alapítanatok, akkor ezt a németek is elolvashatják, és a németek is félnek a főnökeiktől, és a németek esetleg megtanulják, hogy nektek hogy sikerült, milyen módszerekkel ütét alapítani. Még egyszer, ismétlem, hogy nagyon jó képes anyagot felvinni az internetre, hiszen ott nincs nyelvi probléma. Éppen ezért mindenképp lándzsát török amellett, hogy minél több képet, harcos képet tegyünk az internetre. Tehát állítsunk össze képeket, akár filmeket. Például le lehet filmezni különféle flashmobokat, mint tegnap este. A nemzetközi munkában mindenképpen be kell mutatnunk, hogy szolidárisak vagyunk egymással. Be kell mutatnunk, hogy ugyanolyan vagy hasonló követeléseik vannak. Például magasabb béreket követelünk. Azonban egyidejűleg azt sem szabad elfelejtenünk, hogy különbségek is vannak közöttünk. Azt is be kell mutatnunk, hogy nem mindnyájan ugyanazért küzdünk, hiszen különbözők vagyunk, és különböző módon küzdünk esetleg ugyanazért a célért, vagy ugyanúgy küzdünk más célért. Tehát nem kell bebújni egy ilyen sötét ernyő alá, ahol a napfény nem ér minket, és ott maradunk szürke szakszervezetként, hanem igenis ki kell jönnünk az ernyő alól, és megmutatni, hogy kik vagyunk. A Web 2 nagyon jó erre. Kis kamerákkal is működik. Rendben. Ennyi. Kiki. Nagyon röviden ez az előadásomnak nem anyaga, de aktuális, és a előző egyik előző előadó feldobta ezt a magas labdát, Johan, hogy náluk Svédországban, hogyha egy Web2-es csatornán kikerül egy információ, akkor ez bizony miniszterek lemondásához is vezethet. Ez a blogszférából kikerül a sajtóba, a sajtóból felkerül a politika szintjére, és hát ott bizony ez egy miniszter lemondásával kerülhet. Bátorított minket, hogy csináljuk mi is ezt, mert higgyük el, hogy ez jó lesz, szép lesz. Az egyik ellenpéldát azt már hallhattuk a közönség soraiból eddig, ugye, hogy a MTV székház előtt 200 napja tart a sztrájk, és hát különösebb eredmény nélkül. Egy másik aktuális példát csak a említés szintjén, valószínűleg mindannyian láttátok, hallottatok róla, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének a YouTube csatornájára került fel egy videó, ami nem rejtett felvétel volt, és hogy Johan szavaival éljek, ez innentől kezdve legális és teljesen normális volt, hogy feltölthető, hiszen a minisztereink számon kérhetőek kell lennének, hogy legyenek. A magyar realitás az, hogy ez a videó aztán bekerült a médiába, tehát ez jó hír, a csatornának ez a része működik, igen, be lehet kerülni Web2-es felületekről a mainstream médiába. A hatás más, tehát ugye itt nem a miniszter ajánlotta föl legalább azt, hogy hát A verzió lemondok, B verzió, gondoljuk át, hogyan történt ez, hanem ugye az embert, aki ezt elmondta más, még aznap kirúgták. Arról, hogy mennyire centralizált a média, arra is ez kiválóan példát mond. Ez pénteken került fel a VDSS YouTube csatornájára, szombaton került ki az Index címlapjára, és péntek délutánig se a Hír TV-n, se a Magyar Nemzeten, se a Magyar Hírlapon, se az Echo TV-n mínuszos hírként sem szerepelt.
az azok, hogy Facebook, Twitter, Foursquare, Flickr és a többiek miért nem lettek első körben annyira népszerűek Magyarországon, roppant egyszerű, ezek mind angol nyelven működnek. És hát a Magyarországon az idegen nyelv tudás az elég alacsony szinten kóborog, és nem nagyon növekszik. Ezt a piacirést mondhatnám, hogy megtalálta az IVIV, de ez nem igaz, mert kevesen tudják, de az IVIV megelőzte a Facebookot, tehát ebben is jobbak voltunk már, mint nyugati szomszédai. 2001 év elejé kutatásban még az jött ki eredménynek, hogy a szakszervezeti tagok, magyar szakszervezeti tagoknak a túlnyomó többsége az IVIV-en van jelen, aminek nyilván van ahhoz is köze, hogy jóval korábban lehetett oda már regisztrálni, és hogy magyar nyelven lehetett használni az alkalmazásokat, még a Facebooknál ez csak pár éve lehetőség. Magyarországon jelenleg a Facebook regisztráltak száma ez 4 millió fő. Ez is iszonyat gyorsan növekszik, ez másfél éve még 2,5 millió körül volt. De tisztában kell lennünk vele, hogy míg az IVIV-en ugye ténylegesen való személyek tudnak regisztrálni, addig a Facebookon boldog-boldogtalan, nekem konkrétan a macskám is saját Facebook accounttal rendelkezik. Még a kutatások azt mutatják, hogy az emberek online nagyon szívesen aláírnak szinte bármilyen petíciót, kimenni az utcára már nem igen mennek ki. A magyarok, ha bár nem szívesen mennek el egy-egy ilyen tüntetésre, de véleménynyilvánításban kiválóak. És hát ha valamire, akkor erre nagyon jó a Facebook, el lehet mondani, hogy szerintünk hogy van. Ugyanakkor erre nagyon nem jó a Facebook, mert a normális esetben a Facebookon az ember a saját arcképével, fényképeivel, nevével, munkahelyével van feltüntetve, és bizonyos témákban nagyon kellemetlen lehet ez a vélemény később. Ha akarok én kommunikálni a Facebook szakszervezetként, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodnom előtte, hogy kikkel, mit akarok megosztani. Meg kell találnom a célcsoportot. Hogy lehet ebből előnyt kovácsolni, mert mégsem lehet ennek az előadásnak a vége, azt gondolom, hogy hát szerintem felejtsük el, csukjuk be a gépet, kapcsoljuk ki a Facebookot és menjünk haza, inkább beszélgessünk az asztal mellett. Az egyik pozitív következtetés az lehet, hogy hát ha ott vannak a fiatalok, nálunk meg nincsenek, hát akkor hozzuk be őket ide. Mik szólnak emellett? A Facebook ingyenes, professzionális, könnyen kezelhető. Ez azt jelenti, hogy míg egy 50 fős kis szakszervezetnek gyakorlatilag megfizethetetlen van egy honlap kifejlesztése, addig a Facebook ingyen ott van. Semmit nem kellett csinálni, civil szervezetként teljesen ingyen regisztrálhat rá, képeket tölthet fel, videókat tölthet fel, megoszthatja, csoportokat hozhat létre, zárt csoportot hozhat létre akár, tehát hogy a munkáltató ne lássa, hogy én tag vagyok, ne lássa, hogy miről beszélgetünk. Ez egy kiváló eszköz kis szervezeteknek. Professzionális, hiszen minden olyan funkcióval bír, amivel nagyon fejlett honlapok is alig. Interaktív és azonnali, mert gyakorlatilag ennek köszönhetem bárhol, bárhonnan, bármit meg tudok osztani, és mondjuk meg tudok szavaztatni egy 50 fős szervezetben egy döntést. Azt tudom mondani, hogy most itt helyben megírom, hogy mi lenne a döntés, 3 órán belül válaszoljatok, és a többség valószínűleg válaszolna is. És azt is, aki szervezett már szakszervezetben, azt tudja, hogy úgy valószínűleg senki nem fog belépni a szakszervezetbe, hogy látott az interneten, és ez jaj, de jó pofa dolog. Nem, oda kell menni hozzá, beszélgetni kell vele. Kérdései lesznek. Nem akarja leírni, a szemembe akar nézni, miközben válaszolok. Azt akarja, hogy én, mint ember, aki képviselem a szakszervezetet, én mondjam neki, hogy ezt mi elintézzük, ez rendben lesz, meg jó lesz ez így. Tehát meg kell gondolnunk, hogy mit teszünk fel. És a legrosszabb válasz, hogy nincs válasz, ez pedig az, hogy nyíltan kell vállalnunk a kritikát, és szembe kell nézni vele. Mert hogyha én a Facebookon kiírom, hogy én mit gondolok egy bizonyos dologról, és a tagjaimnak a 80%-a odaírja, hogy na ez hülyeség, akkor nem tehetem meg, hogy nem válaszolok. Meg kell próbálnom meggyőzni őket, hogy nem, ez nem hülyeség. Vagy pedig el kell fogadnom, hiszen ha demokratikusan épül fel egy szakszervezet, akkor végül csak a tagoknak van igaza. És erre én sajnos a tapasztalatom a magyar szakszervezeti mozgalomnak fel kell készülni. Hogy a tagok, ha hangot kapnak, akkor elmondják a véleményüket, és bizony ez nem mindig egyezik a szakszervezet vezetésének a véleményével. A legnagyobb probléma pedig az, hogy mindez a nap 24 órájában, heti 7 napban zajlik, és ezek a szemét felhasználók, ezek munka után hazamennek, akár este 10-kor, és éjfélkor elkezdenek posztolni a falunkra. Mi meg hát rendes, bürokratikus szakszervezeti tisztségviselők vagyunk, reggel 8-tól 4-ig ülünk az irodában. És ez azt jelenti, hogy akár 12-24-48 órán keresztül is, mert hétvégék is vannak, megválaszolatlan marad a felvetett kérdés. Na ennél rosszabb valószínűleg nincs a Facebookon. Ez azzal egyenlő, hogy toljuk a véleményedre. És ez nem hiszem, hogy jó üzenet bármelyik szakszervezettől. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy amikor hazamegy a saját szakszervezetéhez, és ha ő felel érte, ha nem, próbálja meggyőzni a szakszervezet vezetőségét arról, hogy ezt érdemes csinálni. Azért érdemes csinálni, mert nagyon sok veszélye van, mert lebuktathat a munkáltató, kémkedhet utánunk, mert elronthatom, mert kimehet egy olyan kommunikáció, ami árt a szervezetnek,
A legtöbben ezért nem akarják a vezetőségbe ezt csinálni. De az előnye sokkal több. Fiatalokat érekel, embereket érekel, munkavállalókat érekel, és talán az, ami a magyar szakszervezeti mozgalom legnagyobb betegsége, talán meg tudom változtatni azt a képet, hogy a szakszervezet az nem valami őskövület, az nem valami matuzsálem, az nem valami kommunista, az nem valami fúj, hanem a szakszervezet lehet fiatal, lehet modern, lehet jó, és végre elhiszik talán a munkavállalók, hogy ez alapvetően, ha ők részt vesznek benne, akkor róluk szól. És köszönöm a figyelmet! Vannak kérdések? Hogy röviden, mi a like haszna? Hát a like az... A megosztásnak tudom, hogy mi a haszna, de mi a haszna a like? A like-nak és a megosztásnak kb. Ugyanaz a haszna, de nagyon jó a kérdés. Az ismerőseim látják azt, hogy én mit lájkoltam. A like használod csak annyit, hogy ha valamit lájkolsz, akkor utána ők el tudnak érni téged azzal, hogy te lájkoltad őket. Tehát ennyi haszna van? Mert tud feléd megosztani dolgokat. Igen, csak kérdés, hogyha én egy Mi az indián nevem játék kapcsán lájkoltam az oldalt, és aztán a jövő héten kapok három ilyen információt attól a cégtől, akkor egy pillanat alatt letiltom. És igazából negatív színben tűnik fel a cég előttem, mert mi a francnak küldözget nekem üzeneteket? De a szakszervezet nem fog ilyen játékot indítani. Ez nem biztos. Ja. Attól, hogy az eszköz etikával nem használható. A VDS-ről nagyon sokat lehet hallani a nyilvánosság területén, és főleg a Facebook oldalon, mai napig most már 2500 körül van a lájkolók száma. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az adott híreket lájkolják, hanem az oldalt magát. És ugye ez egy kulcsfontosság, úgy említetted is, hogy el lehet juttatni olyan információkat minél szélesebb körhöz, és ez gyakorlatilag egy kulcsérték számunkra. Hiszen, hogyha bármilyen plakát vagy bármilyen videó kerül föl, azt ugye el kell juttatni. És ennek is vannak formái, majd nyilván a délutáni workshopon erre is ki fogunk térni, hogy mikor kell posztolni ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban lássák az emberek. Tehát ennek is megvannak a statisztikái, melyik napokon, hány órakor, hányan, mikor nézik kaja után, és a többi. Tehát ezekre oda kell figyelni, hogy minél inkább el lehessen jutni. Tehát én azt mondom, hogy ha valakinek nyitott a konfederáció vezetője, vagy a szakszervezeti vezetője, vagy a SB titkár, akkor tessék megcsinálni, a szabályokat persze le kell fektetni, érteni kell hozzá, és onnantól kezdve rendszeresen, tényleg, ahogy írtad nagyon helyesen, folyamatosan kell rá föltölteni mindenféle információt. Szóval ez szerintem nagyon fontos.